Na hát, sziasztok srácok! De most jelentkezik egy újabb videóban. Reggel 6 óra 44 van, és most indulunk, pakolunk be, megyünk Zakopanéba, ahogy a címből is láthattátok. Hát, reméljük izgalmas út lesz, és ott is szép lesz a szállás, meg minden. Csinálni fogunk menő dolgokat, majd meglátjátok. Hogy ja, indulunk is, és majd még az útról veszek fel videót. Itt is vagyunk Ózdon, a MOL benzinkútnál. Azonnal lehet ismerős valakinek, hogy mikor Prágába jöttünk, akkor is ugyanitt álltunk meg. Most itt bedobunk valami reggelit, aztán megyünk tovább. Itt vagyunk már Lomnicnál. Jó, de jó, most nincsenek ott felhők, mint múltkor. Az ott már hol tete? A legtetején amúgy? Na jó. Ajjá, ne, fókuszálj! Franc! Nem fókuszál a kamera. Ah, de ez milyen szép. Nem látszik. Na most látszik. Itt a hegy. Wow. Ne. The fucker. Fókuszálj ki. Basszus ellenek. Jó, sikerült. Na jó. Wow. Már lejöttünk, de azt a gyönyörű. Érkeztünk Zakopanéba, ott megint a francba, nem látszik a... Láttunk, ha... Ja, igen, itt az óriás kerék. Volt hova a hegyen. Ez nagyon szép, gyerekek. Itt is a hegy látszik a másik oldala. Ez előbb az épületek. Itt már csak csomó építkezés van, kár. Nagyon szép ez a város. Na, wow, itt feljöttünk ide a... Mi a hegy neve? Hova akarunk menni? Gubalovka hegyre, csak nem erre kell menni, mert le van zárva ez az út, de... Wow. De már megint nem látszik, basszus, mindig rosszkor itt akarok videózni. Az nagyon szép, olyan magasan voltunk, basszus. Galamba, csücsülnek. Itt vagyunk Zakopane sétáló utcáján. Na jó. Azok ilyen menő, ilyen hosszan elnyúlik. Na, és az lesz, hogy mégiscsak felvonozunk most is fel a hegyre, mert hát le vannak zárva a kocsival felvezető utak sajnos, de szép az is. Úgyhogy felvonozunk megint. Ez most ilyen finás kis kocsi lesz. De jót már látni is. Ez most nem ilyen lebegő-libegős. Na, jön a sín kocsi. Oké. De menő, szép narancsága. Itt van az állomás. Ó, micsoda sínja van. Gubalovka. Bocsánat, a kiejtésem ért az a baj, nem tudom, hogy kell pontosan. Az autó? Teljesen automata. Aha, úgy láttam. De sínek. Ez már ő tudja, hol van. Megyünk felfelé. De jó. Csupa üveg az egész. A tető is szinte teljesen. Wow. Na jó, gyönyörű. Előjön így 5 perc, mire felérünk, tehát ez nem lesz annyira hosszú. Holnapra amúgy esőt mondanak, és hát lehet. Amúgy oda akarok menni, ott hó van, mint a kis fehérzék. Én nem tudom, én ilyen nagyon hómániás vagyok egyébként. Télen is ez a nagy sérelem, hogy sosincs hó mostanában. Jó, van csak kevés ideig, de nem tudom, én nem olyan téli ember vagyok. Tesszük ott is. Igen, leesik a táskán. Volt 5 perc, konkrétan másfél perc alatt fenn voltunk nagyjából. Wow. Az mi az a nagy építmény? Nagyon szép, atyavilág. Lelátni az egész városra. Hát ez gyönyörű. Wow. Na ott havas nagyon. Oda! Én oda akarok. Wow. Zizé. Hát ez mondjuk nem kilátó, de tévétorony. Lehet, hogy én azt hittem, mindegy, nem baj. Jó az. Wow. Ott is vannak ilyen izéig. Ilyen kis lennéző platformok. Az nem tudom mi. Hasonló, mint filmáson van a Bobnak a felvonó, ilyen valamilyen csúszós dolog, azt mondják. Na jó, ez nagyon kemény. Látni tényleg minden. Az emeletes házak milyen picinek tűnnek, atyavilág.
Hát ez nagyon szép. Az egy jó hűvös van, bakker. Ez gyönyörű. Na igen. Ahol innen lövök egy 108 megapixeles fotót, azokat nagyon bírom így magasra, mert utána olyan jól be lehet nagyítani. Két repülő a légcsavaros húz a siklóernyőt. Á, videón nem látni a kötelet. Nem siklóernyőt, a siklót csak semmi. Élőben lehetett látni a kötelet. Bejöttünk ide a sétáló utcára. Ezt ők hozta egyébként, még a másik oldalra is van jósú, csak az a baj, hogy csomó minden zár van. Meg itt zárnak is befelé. Nem tudom, lehet, hogy vagy már késő van 15:40-kor, vagy csak hideg. Nem tudom, de kihalt. Vagy hát emberek vannak, csak boltok nincsen nyitva. Kutyó, lehet fényképezkedni. Jaj, de sem. Gizber is. De van nagyon szép. Isten. Kis minike. Hogy zabál. Ne cuki. Megyünk lefelé, és amúgy hülye vagyok, mégis van vezető. Mindegy, nem láttam el a végébe. Na, wow. Ez menő. Szép. Nem tudom, nem akarom még menni, mert unalmas, de tényleg nagyon hamar lent vagyunk egyébként. Ó, lent van még gyors, ez de jó. Menő. Mentek óriás kerekezni. Én erre felnem. Na, amúgy, á, nem tudom. Nincs amúgy tériszonyom, de nem tudom, valahogy óriás kerék lám. Nincs kedvem felmenni jelenleg. Hogy ők azok? Igen? Nem, de ott egyen fent tagja. Lejöttünk. Itt. Hú, érezhetően melegebb van azért. Kemény, pedig nem is voltunk annyira magasan. Holnap viszont még magasabbra megyünk. Meg esőt is mondanak, ami elvileg hó lesz. Mármint havazás mondanak, akkor jó. Hagyjuk, fáradt vagyok kicsit. Ja, kíváncsi lesz, hogy az nagyon jó lenne, ha lenne hó, mert mint mondtam, ilyen hóimádó vagyok. Szép amúgy. Tetszik így. Hát az nem tudom, ilyen omen vagy valami. De hogy ez jól meg van csinálva a fénydizájn. Érkeztünk. Ez a baj, sokat nem látni a szállásban. Meg Hannáinkból se. Itt csúszkáznak, várjatok vaku. Na így, király. Mi van kell a csúszka? Nem kapod meg. Na igen, itt van egy ilyen kis kalandpálya is, hogy nem tudom. Meg esik valami. Remélem. Már ezzel a hóval életbe kergeti mindenkit. Menőnek tűnik amúgy eddig a szállás, nem nagyon láttuk teljesen, kivilágítást tetszik. Szállás, kacok, itt az egyik ágy, itt a fürdőszoba, van egy ilyen kis konyha rész, és ezért minden berendező bohara elnyílik, oké. Minden vízforraló, itt van egy térkész zakopánéről, másik szoba, ai kanapé. Na jó, ez nagyon. Mikro, meg ezért minden eltolható szekvény. Ott van benne a fürdő, aha. Ott van benne a fürdő. Na jó, ez kemény. Ez a miénk, ugye? Hát ez egy nagyon, ez menő. Ez tetszik, ott is tévé. Tetszik, ez jó. Ez menő hely. Egy kis room tour, akasztó, szelektíven gyűjtő. Minden szelektíven lehet gyűjt. Mi van? Narnia? Megtaláltam Narnia. Gyerekek, van vasalónk is. Van vasalom. Na, a fehér rész. Narnia. De itt mi van? Mi? Hol? Azt nem lehet kinyitni, odaírták. Azt igen. Ne bántsd meg. Azt izé is. Dominik. Menjetek már. Én. Micsoda? Ne szakadj, ne. Szóval itt vagyunk már. Nem sokára sétáló utcán. Voltunk egy Biedronka, talán a bolt neve. Kazicás bolt, úgy fogom ezen túl hívni, ha máskor feljön a videóba. Ott vettünk egy-két dolgot, és akkor most megnézzük, mi fentelem az a sétáló utca. Hát csak fele olyan jó, mint Prágában, ott a belváros, ó, akkor király lesz. Mondjuk ott fent tök jó volt a hegyem. Annak se akarom a nevét így nagyon izolni. Mindegy, szóval hát csak olyan az tök jó, mert ilyen jó kis otthonos, vagy nem tudom, hogy mondja ezek a kis üzletek, meg minden. Találtunk egy élő szobrot. Csak szereztünk ilyen, ebben sajt van, meg vékony egy körbetekelve, csak gondoltam, hogy na jó, ez menő. Meg ilyen fel a hat. Na ilyen a sétáló utca, ott van vagy 3-4 golfris is. Ó, halljátok, ez nagyon menő amúgy. Csomó restaurant.
Grey Wolf, menő. Menő a hely. Még itt is van egy óriás kerék. Ez szép. Ami művész, ja nem, csak apartmanok talán? Nem tudom, mindegy. Kocsa, nézzetek, itt valami papagájos. Jaj, de szépek vagytok. Á, ne, fókusz, fókusz. Látom, aha. Jaj, de kis aranyosek. Meg vannak Rolandok is. Jaj, legyen meg. Szevasztok. Be lehet menni hozzá, most próbáljunk bemenni. Hát, mégse. Be van zárva. Holnap 11-kor nyit. Gyerekek, bubble tea? Találtam egy bubble tea. Na, mi lesz? Bio Perot Café. Miért nem? Figyelj, elfelsőtök, vízes arca. Kemény. De jó. Reggel fél hét van megint. Most külön kertünk, mert indulunk már is 40 percet kell autózni a lovaskocsi. Onnan meg lovaskocsiba visznek 9 kilométert fel a, meg én nem tudom milyen nevű tengerszemhez, na haragudjatok, majd elmondom. De az is egy nagyon szép tó, és elvileg ott már havazni is fog.